2023-ban szervezték meg először Keszthelyen a Füles-Bagoly tehetségkutató döntőjét. A megmérettetésen az előbírálaton kiválasztott 10 csapat lépett színpadra, akiket szakmai zsűri értékelt. Az együttesek negyedórás minikoncertet adhattak, az ítészek pedig azonnal értékelték a produkciókat. A tehetségkutató 8 évvel ezelőtt indult útjára Martonvásárról. A szervezők azonban szerették volna a Balatonpartot is bekapcsolni a mára már fesztiválán nőtt programba, így esett a választás Keszthelyre. Fontos volt, hogy ebben a térségben is legyen tehetségkutató. Az Öröm a zene rendszerében szervezzük meg ezt a tehetségkutatót. Az is fontos volt, hogy ha már ebben a térségben, akkor Balatonpart lehessen, és lényegében a különböző szűrők alapján Keszthelyre esett a választás, és 2022. novemberében kopogtattam be polgármester úrhoz, hogy szeretnénk itt is szervezni egy könnyűzenei versenyt. Manninger Jenő a tehetségkutató sajtótájékoztatóján elmondta, nem volt kérdés, hogy Keszthely helyet ad ennek a programnak. Az idei évtől még szorosabbra fűzik az együttműködést, ennek köszönhetően megalapították a Keszthely zenei díjat. Ezt is a rangos szakmai zsűri ítéli oda az egyik csapatnak. Keszthely első írásos emléke 777 éves, ezért Regős Ábel kétszeres magyar klipszemle díjas rendező 777 ezer forint értékben klippet készít az elismerésben részesülő együttesnek. A tehetségkutató a város kiemelt programja. Keszthely így a rangos települések sorába emelkedik fel, és ez is egy lehetőség, ráadásul egy igen népszerű dologról van szó, hiszen ez egy könnyű zenei tehetségkutató rendezvénysorozat, és ami országos tévében jelenik meg, és 4 városban rendezik meg ezeket, és az egyik Keszthely. És Keszthelyen különösen az, hogy nyáron augusztus 3-án lesz, ez így nagyon fontos, és egy egész nap tulajdonképpen kiváló kezdő, de ugyanakkor már tehetséges zenekarokat hallgathatunk. Tehetségkutató legjobb zenekarai számos nyereménnyel gazdagodnak. 10 fesztiválon, a többi között a Szigeten, a Művészetek Völgyében és a Keszthely Fesztán kapnak fellépési lehetőséget. Emellett stúdiózás és grafikai tervezés is szerepel a nyeremények között. A produkciókat a magyar zeneipar neves szaktekintélyei zsűrizik. A jelentkezés mind a 4 versenyre elkezdődött a fülesbagolyalapítvány.hu/tehetségkutató oldalon.